Egészségesen a hegyvidéken. A szédülés miértjéről tartott előadás dr. Folyavics András a MOM Kulturális Központban. Ünnepek az óvodában. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a hegyvidéki önkormányzat első és második emeleti folyosó galériáján. Versenyben a Pindúr-pandúrok. Az országos megmérettetés kerületi fordulóját a Normafa óvodában rendezték meg. Hangold újra! Lázasan próbálnak már a hegyvidéki gyermekkórusok a május 11-i koncertre. 19 óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. Szklerózis multiplex, epilepszia vagy daganatos megbetegedések. Többek között ezeknek a betegségeknek is tünete lehet a szédülés, ami a lakosság több mint 17%-ánál jelentkezik. Fontos, hogy tartós egyensúlyzavar esetén orvoshoz forduljunk, mert így a súlyosabb betegségek még időben kiszűrhetők, hangzott el az Egészségesen a hegyvidéken április végi rendezvényén. A teljes lakosság több mint 17%-a szédül valamilyen okból. A szédülés azonban sokszor tünete lehet valamilyen súlyosabb idegrendszeri betegségnek. Ilyen például a rohamokban jelentkező és fülzúgással járó Menier betegség és a szklerózis multiplex. Utóbbi az egyensúlyzavar mellett látási problémákat és beszédzavarokat is okozhat. A szklerózis multiplex a 20 és 40 év közötti fiatalokat is egyre inkább érintő betegség. Magyarországon évente 300-500 új esetet diagnosztizálnak. Vezető helyen szerepel az ideggyógyászati eredetű szédülésekben az agyi keringészavar, az ünnep vertebrobazilális keringészavar, ez annak az érterületnek az elnevezése, amelynek a működészavara okozza a tünetet. De a fiatalkorúakat a szklerózis multiplex, ez a retteget korkép érinti, de itt is most szeretném mondani, hogy ez egy szintén egy gyűjtőfogalom, közel sem jelenti azt, hogy egyformán csak rossz indulatú, vannak igen jó indulatú lefolyások. És nem szabad elfelejteni, hogy van a határterület a fülorgégészettel, hiszen az egyensúlyérzékszerv jelentős része fülorgégészeti betegségre vezethető, viszont az úgynevezett Menier betegség, amely szintén ilyet okoz, és van egy talán az utóbbi néhány évtizedben a figyelem középpontjába került korkép, amikor egyfajta egy kis kristály lerakódás az egyensúlyérzékszerben okoz nagyon kellemetlen szédülést, ugyanakkor jó indulat, úgy is hívjuk ezt a korképet, hogy jó indulatú szédülés. Dr. Folyavics András azt mondja, a hirtelen jelentkező és tartós egyensúlyzavarokat mindenképpen ki kell vizsgálni, mert ezzel akár egy betegség súlyosbodása is megelőzhető. Hogyha bárkinél egy szokatlan, új tünetként jelentkezik, vagy tartósan bán fönnválik, akár egy-két napig. De vannak olyan heves tünetek, ahol még akár órákat sem szabad várni. Tehát mondom, ami alarmírozó, akkor nem szabad várakozni. Akkor az ügyeletes orvost, akár a mentőszolgálatot, vagy ha ismerős a házi orvos, őt kell hívni, és akkor fog segíteni. Tehát ne a beteg döntse el, még egyszer mondom, inkább a váratlanság, a szokatlanság az, ami hívja fel a figyelmet, és majd a szakember eldönti, hogy hova utalja a beteget, és milyen sürgősségi fokozatba helyezi. A szédülés okainak feltárására műszeres és pszichológiai vizsgálatok egyaránt rendelkezésre állnak. Dr. Folyovics András az Egészségesen a hegyvidéken rendezvénysorozat előadásán kiemelte, a magyar tudósok számos eredményt értek el az egyensúlyzavarok okainak feltárása és az ideggyógyászat kutatása terén. 1802-ben Heisler György az egyik első magyar orvos volt, aki a szédülés jelenségét lejegyezte. Bal oldal tetszenek látni ezt az egyensúlyérzésszervet. Ünnepek az óvodában. Ebben a témakörben kerültek kiállításra a 12. kerületi óvodások vizuális technikákkal készült alkotásai a hegyvidéki önkormányzat első és második emeleti folyosó galériáján. A Normafa óvoda gyermekei tavasz fűzér címmel műsort is adtak elő a szüleik és az óvoda pedagógusok nagy örömére. Tiéd az óceán! Ünnepek az óvodában. Ez a címe annak a kiállításnak, amit a Hunnia Reg pedagógiai szolgáltató Budai Módszertani Központ hirdetett meg a kerületben működő önkormányzati óvodák részére. Az óvodapedagógusok pedig kiválasztották a gyermekek alkotásai közül azokat a műveket, amik az ünnepi élményeket, a karácsonyt, a húsvétot, a földnapját, a vízvilágnapját és az óvodapedagógusok által ismertetett élményeket ábrázolják. A hegyvidéki önkormányzat első és második emeleti folyosó
folyosó galériáján kiállított művek meg annyi technikával készültek. Színes ceruzával, hajtogatással, festéssel, ragasztással, új festéssel, és még sorolhatnánk. Az óvodákban több nagycsoportos, középső csoportos kisgyermek munkája, netán még kiscsoportos gyerek munkáját is megnézték az óvodapedagógusok, és eldöntötték, hogy a lehetőségek közül a legszebb munkák, a legesztétikusabbak komponált munkákat állítjuk ki. A kiállítást Fonti Krisztina alpolgármester nyitotta meg. Köszöntőjében a vizuális nevelés fontosságát hangsúlyozta. A Huniareg pedagógiai szolgáltató rendezésében került megszervezésre a hegyvidéki önkormányzat által fenntartott kerületi óvodák számára ez a mai kiállítás. És nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy ez immár hagyomány itt a kerületben, hiszen több éve megrendezzük itt az önkormányzat folyosó galériáján az óvodások vizuális technikákkal készült munkáiból a kiállítást. Az óvodai nevelésben nagyon fontos szerepe van a vizuális nevelésnek. A gyerekek számára ez azért fontos, mert ezáltal fejlődik a kép és plasztikus kifejezőkészségük, ezáltal fejlődik az ízlésük, az ízlésviláguk, az esztétikai érzékük, illetve a rendező, komponáló és térbeli tájékozódó képességük is, és ez mind-mind nagyon fontos a kisgyerekek számára. És azt látjuk, hogy ezek a vegyes technikák, ezek nagyon népszerűek a gyerekek körében, tulajdonképpen játszva sajátítják el ezeket a készségeket, és közben fejlődik a kézmozgásuk is, és egyre jobban, egyre ügyesebben alkalmazzák ezeket a különböző technikákat. A Normafa óvoda gyermekei műsorral is készültek a szülők és az óvodapedagógusok nagy örömére. A műsor után oklevéllel és kézügyességfejlesztő könyvvel jutalmazta az óvodásokat Fonti Krisztina alpolgármester, Sikota Krisztina az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, és Gilice Zoltán az oktatási iroda vezetője. Nagyon jó, hogyha a gyerekek birtokába kerülnek annak, hogy értékelés, és hogy a műveket lehet értékelni, tehát azt, amit mi készítettünk, azt igenis becsbe lehet tartani, és a produktumunk az egy csodálatos kiállítás formájában megtekinthető. Játékos ügyességi feladatokban mérhették össze tudásukat a gyerekek az Országos Rendőrfőkapitányság által szervezett Pindur-Pandur verseny kerületi fordulóján. A program célja, hogy a gyerekekben már korán tudatosuljanak a közlekedési szabályok. Az országos döntőt májusban rendezik. A Hegyvidéket a Normafa csapata képviseli. Jó napot kívánok! Nem csak a rendőrök által használt köszönést, de a KRESZ szabályait is megismerhették a Normafa óvoda nagycsoportosai a Pindur-Pandur verseny kerületi döntőjén. Az országos megmérettetést a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság már több éve rendezi meg azért, hogy az óvodások és kisiskolások játékos keretek között sajátítsák el az alapvető közlekedési szabályokat. A kerületi versenyt a 12. kerületi kapitányság szervez. Nagy volt a tét, akik jól szerepeltek, az országos döntőben a Hegyvidéket képviselhetik. A dolognak a lényege az, hogy kis KRESZ ismeretekkel ismertessük meg a fiatalságot, akár már itt az óvodásokat, ugye itt is középsős, illetve nagycsoportosok vesznek részt ezen a rendezvényen. Itt lesz egy tudáspróba egy Tesla kitöltésével, természetesen azért ezt nem úgy kell elképzelni, mint amikor az ember tanul mondjuk, hogy megszerezni kívánja a jogosítványát és elmegy egy KRESZ vizsgára. Azért itt egyszerű kérdések vannak, amik a gyerekeknek úgymond már talán tudás szinten is megvan. Tehát ismerik őket, illetve egy ügyességi része van még itt, egy ilyen akadályverseny része van még kialakítva ennek a rendezvénysorozatnak. Itt jelen pillanatban a Normafa óvoda az, ami vállalta azt, hogy részt vesz ebben a megmérettetésben. A Normafa óvodában 9, egyenként 8 főből álló csapat mérte össze a tudását. Az elmélet mellett a gyakorlati ismeretek is számítottak. Elkészülni!
Segítek! Lassan, Marci, lassan! Elsőként a közlekedési szabályokat ismételték át, ezt követően pedig egy ügyességi és egy kerékpáros feladaton próbálhatták ki magukat a gyerekek. Így meg kellett mondani a feladatlapoknál, hogy melyik, mi a helyes és mi a nem. És a lovasrendőrnél voltak akadályok, és azokat kellett átugrani, meg ilyesmik. Meg kell állni a piros lámpánál, és a zöldön elindulni, a topnál meg kell állni, és el kell indulni majd, ha azt mondják, hogy indulhatunk. Voltak ilyen kressz kérdések. A legelső feladatunk az volt, és remélem, hogy most a bicikli is jól fogjuk érezni magunkat a bicikli versenyen. Az eseménynek otthont adó Normafa óvoda vezetője azt mondja, az új ismeretek elsajátítása óvodás és kisiskolás korban a leghatékonyabb. Nagyon fontos, hogy ennek a szenzitív életszakasznak a sajátja legyen, hogy játékos formában a gyerekek gyakorolják is ezeket a szabályokat, ami érdekli őket, hiszen az autóban ülve is látják a szabályokat, hallják is, hogy reagálnak rá a felnőttek, és nagyon jó az, hogyha az érdeklődésük, amíg ilyen motivált, amíg ők kérdeznek, amíg ők kutakodnak, hogy mi mit jelent, addig jó mintával megerősítjük ezeket ilyen mozgásos, aktív formában. A Pindur-Pandur verseny országos döntőjét május 24-én rendezik meg. Tavaly a több mint 100 induló csapat közül a Hegyvidék a 12. helyen végzett. A Kóskároly Énekzene emelt szintű általános iskolában jártunk, ahol már lázasan készülnek a diákok a május 11-i hangold újralemez bemutató koncertre. Mitó Mónika kórust vezető nagyon örül, hogy az iskola kórusa csatlakozhatott a kezdeményezéshez, mert kevés az énekzene óra, de ezáltal a gyerekeknek lehetősége adódik még többet énekelni, mert énekelni jó. Hangold újra csapata szeretné minden gyermek számára elérhetővé tenni az éneklés, zenélés örömét. Ezt az élményt elsőként a hegyvidéki gyermekek élhetik át. A kezdeményezéshez csatlakozott a Solti György Zeneiskola leánykara, a Zugligeti Gyermekkórus, a Kós Gyermekkar, valamint Mitok Mónika irányításával a Kós Kicsinyek kórusa is. Hát én nagyon örülök, hogyha minél több gyereket arra biztatnak, hogy énekeljenek, mert énekelni jó. Én szerintem elég nagy probléma, hogy kevés az énekóra. Igaz, hogy mi nem ilyen dalokat énekelünk, hanem a klasszikus dalokat, úgy értve, hogy hát népdalokat és a klasszikus zenéből, de úgy gondolom, hogy a heti egy énekóra az igencsak kevés. Most úgy néz ki, hogy alsóban talán lesz kettő, de a zenetagozatokon is levettek énekórát. Amikor én elkezdtem tanítani, akkor még 4-5 énekóra volt, most már csak 3 lesz. Ez nagyon kevés. Alig 2 hét van már csak hátra a nagy fellépésig, ami a MOM kulturális központban lesz. Bársony Bálintot, a hangold újra megálmodóját arról kérdeztük, hogy haladnak a próbák. Én úgy érzem, hogy nagyon jól állunk, és most elkezdődnek majd az összpróbák. Amit ma láttunk most itt, ez a Kóskároly Általános Iskola, énekzenetagozatos általános iskolának a kicsiny és a nagy kórusa volt együtt. Ez körülbelül ilyen 80-90 fő. És az első összpróba az 6-án lesz, május 6-án, terv szerint a Solti György Zeneiskola dísztermében. Elméletileg csak 160
férünk be, és 200-an kéne, hogy elférjünk, úgyhogy most helyszínkeresésben vagyunk, de nagyon-nagyon izgatott mindenki, nagyon készülünk, és ahogy kérted a Facebook oldalon, annál hoztam neked egy kitűzőt, úgyhogy hangoljuk újra. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!